Na jó reggelt, nánási gyerekek, atyavilág, így kezded a napot? Jó reggelt, megpróbáltam valami frizurát varázsolni magamnak, de nem jött még össze, úgyhogy... Lesz dolog, lesz baj. Minden esetre most szerzek egy sminket. Lámpás smink. Ez egy lámpás. Korán van. Te feliz porque si no soy yo pues quien todos caen a mi lado. Közben felkelt a napocska. Feliz porque yo no dudo mi pao. Nagyon szép kis parkban forgatunk. Szaladgálnak a mókusok. Facsarják a narancslevet reggel, emberek kocognak, futnak, kutyát futtatnak, mi megforgatunk. Bringa verseny. Na, tessék, ki akar szerepelni a Nánázsiában? Mindenki szerepelni akar a Nánázsiában, hát már csak így megy. Hajszá előtti állapotok, csak kicsit ki vannak borulva. Na jó reggelt, nánási gyerekek, atyavilág, így kezded a napot? Júj, de szép. Azt a hét, meg a nyolcad. Én tudod, hogy kezdem a napot? Hogy beszállok a liftbe. Megnézem magam. Mindig a tükörbe nézegetem magam. Én? Hát ezt a hajat mondjuk olyan nagyon nem lehet sokáig nézegetni. Te hajat az ellenben mindenképpen komoly. Nagyon szép. Itt van pabacsinta. Hot cakes. Yes. Azt a szép lett. Beszorultál! Összekötjük a keszeket a hátok mögött, mert ki az első, aki ki tudott szabadulni, az Zozó. Kapibára. A világ legcukibb állata, és depressziós lesz, hogyha nincs barátja. Ez hogy jött neked? Nagyon sok ilyen videót láttam, és nagyon szeretem. És tud 3 narancsot a fején tartani, és minden állattal barátkozik, és emiatt összebarátkozott a krokodillal, és utazott a krokodil hátán a vízen. A vízitiszt. Venni fogunk egy kapibárát. Venni fogunk egy kapibárát, persze. Örökbefogadunk. De hogy is fogadunk örökbe? Honnan lehet örökbefogadni? Párizsból. Amerika. Amerikában árulják a vízitisztót. 4-5 ezer dollárért. De most apa most... Valaki tudja, hogy hol lehet vízidisznót vásárolni, vagy örökbefogadni, meg egyáltalán, hogy lehet-e Magyarországon vízidisznót tartani otthon a kertben, mert ugye a vízidisznó életének 50%-át vízben tölti. Ebből következően, ha mi szeretnénk otthonra egy vízidisznót, akkor építeni kell neki egy talat. De van medencé. Hát a medencében nem hiszem, hogy szeretném, hogy úszkáljon egy vízidisznó. Készül az 1 perces. Várjuk a hajszázunkat. Kire megyünk? Ez egy ilyen nagy belvárosi szép hely. Nektek ez rendben van? Természetesen, ugye? Alig várjátok. Én tudom, hogy ti miért mondjátok ezt. Mert ti azt akarjátok, hogy a Kidzániába menjünk, egyenesen fogadjunk. De nem megyünk oda egyenesen. Bejöttünk a belvárosba, kicsit
megérezzük ezt a Mexikóváros feelinget. Jó lesz. Kávébeszerző körúton, vagyis hát reméljük, hogy nem olyan nagy körút. Csak elsétálunk, igen, 800 métert és vissza. És hátam mögött, igen, ez van. Ott jön Hector. Vigyázz ránk! Nagyon érdekes a buszmegálló, ilyen emelt peron, amin csak ott vannak lukak, ahol a busznak van ajtaja, amikor megáll a busz. Majd nem olyan, mintha egy ilyen metró megálló volna, de buszban. Nagyon érdekes. Itt mész be a buszmegállóba, ezen a csövön, és akkor itt jegyet is veszel, és akkor úgy tudsz felszállni a buszra, hogyha átmész ezen a bejáraton. Lecsippantod a bérletedet, vagy ott megveszed a bejáratot. Nagyon menő. Mindenkinek kisül a retinája, és hirtelen akkora fény van itt. Hoppá! What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new to discover. You can never figure out every possible out. Kidosan megígértem, hogy visszatadj ilyen. Jó. Igen, nézzük kérdezni. No. Lehet kapni bogarat is, Vencuk, te kedvencem. Vérdetlen jó. Kis mini koponya. Apa, miután körbejártunk, jöjjünk ide vissza, mert nekem kell rajzfizet. Jó. Ezek mi? Mini figurák. Jézus Máriám. De cuki, atyavilág. Lenci, Son Goku. Én van ennyi szerinted? Hát nem veszik. 100 percet. Az mennyi? Az 2000 forint. Oké, egész jó áll. Igen? Szerintem az tök jó. Ebből hogy választ az ember? De jó, hú, de szép az is. Bazarantyú, kipipálva. Állunk a parkban, várjuk a hajszázó párosokat, és közben a háttérben ez, figyeljetek. Kardoznak. Kardoznak. Ezek a fák egyszerűen gyönyörűek, ez csodálatos. Ez olyan, mintha Japánban lennénk tényleg is, a cseresznyefa virágzás. Kaptuk volna el. És ez a metró, nyak idejétem, de ez olyan, mint a párizsi metró. Ilyen szecessziós lépcső lejárattal, nagyon szép. Hát ez nagyon, nagyon downtown Mexico. Very nice. Ez fagyi. Hol a mici? Annyira melege lehet. Kínai nagyobb. Ez dumpling. Dumpling. What's inside? Chocolate, fresas con crema, uh-huh. Y arroz. Ajá, nice. ¿De qué están todas las máquinas?
szupersztár, hozé-hozé. Hozé-hozé. Na hallgassuk már vele, milyen zenéje van. Nem menjen. Mutatom. Elég egy kis retro. Na jó. Na ez a abszolút favorite. De jó. Melyik korda, Gyuri? Mikuci, észrevetted, hogy egy szökőkútban ülsz? Igen, tudom. De üres. Szárad. Ez jó zene. Nem bírom. Igen. Mi egy mai látomottában? Ő is. Julieta? Julieta. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Rékuci eléggé kiképezte magát itt a helyi szupersztárokból. Luis Fonsi az nyilván itt is, óriási sztár, Maluma, de van most már más, van más is, aki a Bad Bunny. Ő nagyobb sztár, mint Maluma. A Bad Bunny, ő nagyobb, mint Maluma. Mindent tudunk a mexikói zenéről. Ez nagyon kemény. Ugye megmutatom. Ez, ami itt van. Ilyen közel jött a kis fekete mókus. Ez egy szociális mókus. Egy szociális mókus, aki eleve hozzá van szokva itt az emberekhez, meg most már megszerítettük, ő most már mi mókusunk.